Szevasztok, negyedik kör. Közepesen fontos kör, legfontosabb ugye hetedik. Első az nem annyira, hát ott akár kitalál játékos. Negyedik a közepén van, úgyhogy itt már okosnak kell lenni. De mi a dolga csapatoknak negyedik körben? Összegyűjteni azokat a top 100-as tehetségeket, akik valamiért nem kerültek kiválasztásra a top 100-ban, és így akkor a lepattanókat összeszeded, mert benn hagyták a többiek. És az valakinek sikerült, vannak itt azért jó megoldások, tetszett a kör összességében, de hát van, aki továbbra se tudja nagyon eltalálni, hogy itt kikre lenne szükség, úgyhogy a vegyes a kép, hát draft, ugye hát milyen lenne. Van 35 játékos, úgyhogy haladjunk. Most is azért egy vagy kettő kivételével összes játékosról esett szó a rangsoros adásokban, úgyhogy nem kell nagyon kifejteni, hogy ki kicsoda. Első, Carolina Panthers, Jatavion Sanders választotta a tight end Texasból. Jobb tight end, mint a Ryman, vagy mint a Sinott. Talán még azt is van, aki azt mondaná. Nálam a második legjobb tight end volt, tisztán tight end. Bár a Sinottal nagyjából hasonló méretűek, egyikre se bíznád rá a blokkolást, de hát itt Carolina-ba vagyunk. Nagyon nem arra vágynak, hogy figyelj, blokkoljunk már, hanem hogy fogjátok meg a labdát. Most ebben Sanders a jelenlegi keretben a legtehetségesebb. Várjuk már azt az érát, amikor nagyon kevés labda megy az Ian Thomas, Stephen Sullivan jellegű játékosok felé, és hát a Jatavion ebben komoly esélyt ad, hogy beelőzze őket, mert ő ügyes a labdával, még egy olyan Texasban is. Voltak neki labdaérintései, célzásai, ahol hát rendkívül jó módúak vannak, drága játékosok vannak, aztán mégis nem csak az elkapó, nem csak a futó kapta a labdát, hanem ő is. Úgyhogy nagyon jó volt. Így az egyik ilyen, aki elvehette volna előle az érintéseket, az pont a Brooks, akivel folytatják együtt Carolina-ban. Nulla elejtett labdája volt a Longhornsban. Atletikus játékos, hát minden összeáll. Jó választás a Carolina-nak. Még egy ember, aki az oda kerülhet a ballon. Tavaly nulla volt, most már azért haladunk. Több legyen, mint 2,5. Utána Denver megállította Troy Franklinnek az utazását. Végül is itt a csúszás vége. Seattle-el volt egy biznisz elvileg, amivel a Denver itt rákapott. Ugye Bo Nix-el beszélgettek, első körben kiválasztották, hogy Bo, te leszel az, aki visszavezeti a Denver Broncos-t a playoffs-ba. Jó, hogyan gondolod, hogy ez meg fog valósulni? Hát ide bedobom magam mögé a labdát. Mi előre nem dobod? Nem. Mert félek, hogy elviszi a védő. Semmiképpen se dobod előre? Nem. Egy ember van, akinek oda dobnám előre, az a Troy Franklin. Ő meg nincs itt. Hát akkor idehozzuk a Troy Franklin. Megjött Troy Franklin. Csere az úgy nézett ki, negyedik plusz ötödik plusz hatodik kört kellett beváltani. Cserébe jött a negyedik plusz hetedik kör. Tehát felmozgás az lényegében ezt jelenti. 5 plusz 6 a hetedikért. Seattle-nek igazából megírja, neki nem kell Troy Franklin. Megoldott az elkapó pozíció, hogy érzed? Hogyan lehetett ilyen sokáig csúszott, első körbe vittem volna Troyt? Oké. Mert hogy neki Bo Nix volt az irányítója, aki az eléggé limitált, az, hogy mi az, amit bevállal. És akkor Troy ebből egész sokat kihozott, hogy nem szívesen dobja neki az irányító a labdát, aztán mégis ultrakonzervatív gyerekből, hát olykor annyira üres volt, hogy kicsiholta a produkciót. Szerintem ő zseniálisan fotbalozott. De sovány. Egyébként magas, de sovány cingár gyerek, 176 font. Az kevés. Mondjak még játékosokat, akik ennyi vagy kisebb tömeggel bírnak NFL elkapók. Hát csak a tavalyakat, ha nézem. Jordan Edison. Tank Dell. Josh Downs. Tavaly ezek mind elmentek hamarabb, és beváltak. Ja, jó. Tutu Atwell, igen, hagyjuk. Devonta Smith, hát ilyet külön kategória. Darnell Mooney, én mondjuk hatodik körös volt, de kis iskolába jár. Ki van még? Dortch, jó, őt hagyjuk. Meg van Calvin Austin, hát ő nagyon alacsony. Szóval a lényeg az, hogy lehetséges, hogy valaki ekkora pálcika ember testtel is játszon, elkapó legyen.
Én, ha bevállalom, neked jobban fogja elkapni a labdát a Troy Franklin, mint a Jerry Judy. És nem azért, mert jobb képességű van nagyon, hanem mert a Judy állandóan csalódást keltett. Troy meg majd nem, főleg nem negyedik körből. Nyilván kevés labda van, és akkor még mi lesz a Sutton-nel, mi lesz a Marvin Mims-el, mi lesz a Dulcich-sal, hát annyian vannak ezek a emberek. De hát a Troy Franklin versenyez mindenkivel a labdába érésekért, és majd jön a preszezon, nyilván egyszerre beküldik a Bonix-el a pályára, és ő fogja meg. Úgyhogy ott majd bejátsza magát ügyesen. Éles látás Denver Broncosnál. Nyilván közel a csoport elsőség. Ha sikerült a Leverkusennek, hát bárkinek sikerült. Utána New England. Leiden Robinson ember. Texas A&M Guard. Ezek szivatnak engem, ezek a foxboróiak. Direkt olyanokat válogatnak csak, akire a lehető legrondábbakat mondtam a rangsorban, mert hát a Robinsonra bizonyára rettentő szidással jöttem elő, még annak idején, márciusban. Az biztos, hogy a Patriots támadófal építés szempontjából a 100-ból 1 taktikát képviseli, ez az előző években is így volt, és akkor ide hányunk egy csomó testet, az egyikőjük beválik, többiek kuka, hát ki nem szarja le. És ez egyébként nem rossz. Tehát, hogyha belátják azt, hogy nem tudunk scoutolni, senki se tud scoutolni, de egyszer csak így megjelenik egy fiú, aki úgy tudja magától. És akkor ide hozzuk a Robinsont is, a Wallace-t is, még ötöt, ha kell UDFA-ként, és akkor figyeljetek, próbáljátok meg blokkolni, fiúk. És akkor nézed, nem bír, ő se bír, ő se, ő bír. Na, és akkor az úgy jó. Hát így a vakszerencse faktort tudom felhozni, mert a Robinson konkrétan rossz volt, már bocsánat. Amit el lehet mondani nála, hogy rutinos, annak ellenére, hogy nem olyan öreg, na hát annak örülsz. Sok rutinnal nem jött igazán jó teljesítmény, de hát UDFA-nak írta, nagyon nem tetszett. Elfogulatlanságomat mutatja, hogy nem most találom ki a Patriots logótól, hogy ő ne jöjjön, hanem már megnéztem a Texas A&M meccseken, és hát mondom, fiú, hát ennél mindenki többet tud. Na, negyedik kör. De hát figyelj, két top gárdom még benn volt ezen a ponton. Nem az összes közül, hanem olyan, aki szerintem top 100-ba vihető gárd. És az egyik az el fog menni, ebben a kör, az egyik még ezután is benn marad, szóval jó, hogy kivár a New England ilyen szempontból. Hát a Caden Wallace ezek után egy egész jó választás. Arizona, Taylor Demerson, Texas Techből, safety, nem a kedvenc safety, a Texas Techből, de hát Tyler Owens nem kellett, pedig olyan jókat mondott. Taylor Demerson, nem túl izgalmas interjú alany, ő free safety. Ennek az összes sztereotípiájával meg lehet őt ítélni, mert hát úgy jól dolgozik a passz ellen, azért tudja manipulálni az ellenfelet állítólag. Az miatta mennek oda a labdák, ahova akarja, de hát egyébként nyüzöge, nem tud szerelni. Na most free safety vagy, távol helyezkedsz az akciótól, labdát akarod védeni, nem a csávot. Van, amikor belefér, de hát ritka. Ezen a szinten, hogy akkor egy safety-t hátra zavarunk, aztán egyedül majd lezárod, mert ezzel az NFL szinten nem működik, mert oda küldenék a Xavier Worthy-t, és akkor bajba kerülnél. Szóval Taylor Demerson itt szerintem korrekt értéket képvisel, Arizona szinten kimondottan józan választás, nem azonnali kezdő, de hát itt negyedik körben ritkán találsz azonnali kezdőt, annak megéri, hogy egy patront rászálljunk, megnézzük az edzőtáborba, mennyire érti a fotbalt, mekkora játék intelligenciája, mennyire gyenge fizikálisan, hogyha jönnek szembe NFL atléták. Semmi bajom nincs ezzel a választással, nem nyeri meg a kört, meg a draftot, de egynek elfér, én is valahol ide szántam a rangsorban. Sokkal lejjebb van viszont a Chargers meglátottja, Justin Eboigbe. Van ilyen szó, most már van. Hát Eboigbe az a tipikus Alabama belső ember, akit sose látunk többet. Tehát, hogy kiválasztják, ugye, ezt mondtam el, amikor szóba került az Edge adásban, hogy az Edge-eknél keresd, hogyha keresed, mert hiába 290 font, a szépen azt mondta, te a szélen védekezel. Szóval nagy testű bekebelezi a futást, Pestrasnál nem ad hozzá semennyit. Na most ezeket a manusokat befele vezényled, ott birkóznak, harcolnak a gárddal, nem adják könnyen. Horgony, másik is horgony. Kiveszik egymást.
Na most a lehető legkevésbé látványos fotball, amit az Eboigbe elénk tár, úgyhogy Harbo, rácsapott az asztalra, fiúk. Ki a legjobb elérhető, akinek semmi látványosság nincs a játékában? Hát az Eboigbe. Alabamából, hozzuk ide szigorúan. Aztán bizakodnak benne, hogy többet tesz hozzá, mint a Baxi. Vagy a Raekwon Davis, meg a Fiderian Mattis. Ugye a Alabama sisak scouting ugye a Mamlas támadófal játékosoknál, csak a Mamlas védőfal játékosoknál működik jobban. Úgyhogy ebben én is hibás vagyok, de beállok a sorba. Elbújik, mitől lenne más? Nagy testű. Hármas technikán megpróbálja megfogni a futást. Hát, óriásit nyertünk. Negyedik körben. Ő nem olyan, mint aki egy top 100-ból kicsúszó szupertehetség. Hát neki még szerintem lejjebb lenne a helye. Mai modern fotballban. Tennessee-en után a Cedric Gray, számítottam linebackerre, Titans részéről. Nincs életbiztosítás a csapatban. Hát a Cedric Gray se lesz az, de hát most mit számítunk? Negyedik körben. Ide lőttem be a Cedric Gray-t. Ő volt az, aki ugye az atletikus linebackerek közül talán még valamennyire látja a labdát. Nem teljesen, de hogy foszlányokat észrevesz, hogy mit akar az ellenfél csinálni. Cserébe nem is fut olyan gyorsan, mint a Trevin Wallace, de egész gyorsan tud szaladgálni. Úgyhogy megvan neki a sebessége, fordulékonysága, át lehet verni, nyilván. Úgyhogy szembe találkozik akármelyik NFL offenzív koordinátorral, kivéve Jacksonville-it, akkor ott azért átverik. Nagy eséllyel, de hát van esély, hogy bekerüljön így is a keretbe biztos, pályára is van esély egyébként, mert hát egy embert kellene átugrani. Én úgy veszem, hogy a Kenneth Murray kirobbantatatlan. Szóval nagyon kellett az opció a Titansnek, hogy valakit találjanak oda itt a fiatal gyerekek közül. Én mondom, a Gray esetében ugyanaz elmondható, mint a legtöbb linebacker kapcsán, akit rookie-ként megérkezik a ligába, hogy hát nem számíthatunk tőle jó teljesítményre, pont. De hát úgy senkitől, úgyhogy ő is ilyen, de fizikai korlátai nem nagyon vannak. Úgyhogy megpróbálja majd megtanulni azt korán, amit a Kenneth Murray nem tudott megtanulni korán. Félteném, de mindenkit féltek, aki linebacker, hogy be kell menni védekezni. És azok között még a Gray olyan, akinek itt abszolút értéke van. Szóval jó húzás. Giants, Theo Johnson, tight end, Penn State-ből kanadai versenyző. Nem tudom, hanyadik volt a CFL Scouting Bureau szerint, de valahol lent kalkuláltak vele, hogy őt azért draftolni fogják profi ligába. Ugye a Waller kérdés, az, amit beszélgetni kell, nem megoldott. Nem tudja eldönteni Waller, és visszavonuljon, vagy ne. Hát nagyon kedves vagy, halod így áprilisban. De hát, ha esetleg úgy döntene, hogy szögre akasztja, akkor nincs egyértelmű ember, aki ugye átvenni a szerepét, mert valószínűleg nem a Cager lesz az. Itt van Theo Johnson, produkciója alapján őse veszi át, mert hát nagyon ritkán találkozott labdával, de az atletikussági profilja az kiemelkedő. Titannél az azért fontos, és nem csak szaladgálni tud, hanem mérete is van, szóval ilyen szempontból megfeleltethető, tehát a playbookot nem kell átírni, amit a Waller-re kitalálsz, az talán a Theo Johnson is megcsinálja, de hát újoncról beszélünk. Újonc Titan, első szerződéses Titan, tehát ki tudja, hogy mikor lesz írástudóvá, már az első körben is izgulsz, ugye? Középső körben még jobban izgulsz. Talán őt is ide a negyedik körbe írtam, hogy nagyjából helyén vannak a dolgok, mert azt tisztelni kell, jobban tud mozogni a többieknél, és hát talán az fontosabb a múltja alapján, hogy hogyan mozog, mint az, hogy mi volt a meccseken, mert a minimális produkció jutott neki, de hát, hogyha az elkapóknál elmondjuk, hogy nem rajta múlik, hogy kap labdát, vagy nem, hát az a Titan-nél még jobban igaz, college football szintéren. És hát Titan nem nagyon van más, tehát ugye a Sanders kiment az első helyen, őt nyilván szívesebben láttam volna, mert ügyesebb, de kisebb. Még ugye Johnny Wilson az én emberem, akit én Titan-ként szorgalmaznék, de hát őt nem piszkálja a liga. Ebben a körben semmiképpen. De hát még egy darab igaz után se. Szóval, hogy nem akartak nagyon okoskodni, inkább jöjjön egy olyan, aki eddig is Titan-et játszott, ez lett a Tio. Jó meglátás, megint csak. Hát nagyon vannak hibák már, innentől lefele.
vagy van, Minnesota-ban biztos nincs, hogy Kyrie Jackson-t választották ki az Oregon cornerback-jét, 25 éves, Flores. Csapatvédelmi koordinátora, hát egy specialistát belelát Kyrie Jacksonba. Nagy darab, nagyon erőszakos, nagyon magas, nagyon hosszú karjai vannak. Nyilván nem fogja egész nap a pályán tartani, de hogyha lát valami dromedárt az ellenfélben, akivel csak annyit kell csinálni, hogy red zone-ban tolakodtok, aztán megpróbálod telenyomni őt bele a pylonba a földre, hát akkor arra bejön a Kyrie Jackson. Még hogyha mezőnyben nincs is olyan sok haszna. És hát vannak olyan meccsek, amikor ő inaktív, de vannak olyanok, amikor lehet használni ezt a fajta manust, aki hát igazából nem túlságosan kecses, amit csinál, de hát felveszi fizikumban a versenyt a nagyon nagy culákkal. És hát elkezdünk izgulni azért nyilván a cornerback depth chartot nézve, hogy most akkor a Boot-tal mi lesz, meggyógyul valaha, vagy örökre kuka marad, vagy most mi van. Szóval azért Minnesota-ban a cornerback posztot nem szabad elhanyagolni, de az nyilván túlzás lenne, hogy a Kyrie Jacksonba belelássuk a kezdőt. Vicces, hogy itt van egy ilyen Blackmon, aki meg ugye a másik véglet tavalyról, aki meg a kicsi, de nagyon okos. Na most itt van a Kyrie, hát ő is biztos nagyon okos, de főleg erőből akar nyerni. Most ezt rábízom egy normális védőkoordinátorra, aztán negyedik körben helyén vannak a dolgok. Lehet, hogy túlzás volt a részemről, hogy én harmadikba írtam, de a prototípusnak az egyik ilyen maradék utolsó embere, Kyrie Jackson. Atlanta következett utána Brandon Dorlusszal, nagyon jó húzás, Dorlusz jobb húzás, mint Orhorhoro, vagy mint a Trice. Második, harmadik körben akiket vittek, Penixnél rosszabb. Nem ő dönti el, kinyeri a meccset, tehát azt a Penix dönti el. De hát Orhorhoro felcserével nem igazán tetszik nekem. Trice harmadik körben már csak rotációs, kimaxolt gyereknek tűnik, de Dorlus egy olyan ember, aki belülről azért tud zavart kelteni. Most ugye próbálja kitalálni, hogy mi legyen a versenysúlya, ahhoz képest, amit az egyetemen láttunk Oregonban, mert ott azért egészen kiváló játékos volt, belülről indulva, edge játékosból vezényelték középre, hát itt valamilyen hibrid szerepkörben akar majd belső penetrátorként megjelenni olykor a backfielden. Erre én azt gondolom, hogy a képzettsége megvan, meg az első lépése is, hogy hatékonyabb legyen az Orhorhorónál, de nyilván futásnál őt megsemmisítik, szóval úgy kell használni, hogy az kedvező legyen, nem egész napos kezdő, de hát egy olyan játékos, akinek a játék legfontosabb elemére komoly hatása lehet. Megzavarja az irányítót, kalimpál előtte, csoporton belül azért tudsz találni zsebirányítókat, akihez hogy oda tud érni, meg tudja zavarni. Úgyhogy ez egy jó húzás, sokkal jobban tetszik nekem, mint a másik kettő, szintén front seven játékos, akire a Raheem Morrisék beruháztak, és ebből a fajta játékosból, aki viszonylag alulméretezett, belülről akar valamit csinálni, talán a Dorlusznak voltak a legjobb eredményei. Hozzá téve, hogy azért nem sokat szerepelt így, és hát még most próbálták csak kitalálni Oregonban is, hogy mi lenne neki leginkább testhez álló. Úgyhogy egy jó játékos. Itt a negyedik körben megéri. Szerintem a negyedik körben ez már egy ilyen értelmes dolog, és akkor sem lettem volna meglepődve, hogyha a harmadik körnek a végén valaki rácsap. New England jön Javon Baker, elkapó, na kérem, UCF-ből. Az új Tez Walker-e Drake May-nek. Még mindig eltelt egy pár nap, de még mindig a hatással az vagyok, hogy a Drake May New England-ben van. Na most itt van Javon Baker, aki megnyújtja a pályát. Előző szezonban 30-szor futott mélyre, 15-öt megfogott. Szóval azért van hozzá érzéke, még akkor is, hogyha tesztek alapján, hát nem mondanád rá egy rakéta. Mélynek meg van múltja abban, hogy nem fél elindítani, hogyha van valami sebes démon. Ez ugye Walkerrel is aránylag jól működött. Baker más, nem akarták ezt, hogy reunió legyen. És egy későn érő játékos a Javon Baker.
Alabamában kezdett. Lehetett tudni róla, hogy hát nagy tehetség, de ott nem tudott bekerülni a csapatba, és ott nem várnak. Tehát ott azért nagyobb a konkurencia, csak a UCF-ben tudott magának karriert csinálni, az se az első évében, hanem a másodikban, de az jó jel, hogy ezt a Big 12-ben csinálta meg, szóval az első évében gyengébek ellen fociztak, nem volt igazán jó első teljes szezonjában, de ráérzett, és a jobbak ellen pedig már jobban szerepelt ő is, szóval ő megérkezett, tehát itt látom ami fejlődést, későn kialakulva, de megtörténik, és hát azért a Plumlee nem a legnagyobb ágyúkarú R-raid irányító volt, hanem a szaladgálni szeret, és hát nagyon indokolt esetben vágja csak előre, ezt elsősorban a B-körnek, úgyhogy egy limitált irányítótól is tudott produkciót kisajtolni. Ez egy szép eredmény, ellentétben mondjuk a Theo Johnsonnal, aki nem tudott a rossz irányítóval mit csinálni. Más poszt nyilván, de ez abszolút a B-kör mellett szól. Nagyon magas volt az átlagos távolsága a célba vételeinek, de ez nem probléma, mert a New Englandben is lehet ez magas. Jobban járnak vele, mint a Ragerrel vagy a Thorntonnal, és hogyha meg rövidebbeket akar dobni a Drake, akkor arra van ember bőven. Szóval ez a szerep a B-körnek ki van találva, próbálgathatja, és van rá esély, hogy megnyeri a párharcait a szélen. Akár az, hogy valahogy bekerül a defense mögé, akár az, hogy fel tud menni a labdáért, tudja, hogy hova érkezzen, vagy akár el tud lépni olyan szinten, hogy könnyen leszedje. Akkor is, hogyha ott van valaki az arcában, de lehet, hogy nem lesz senki. Szóval ő jól játszott ebben a limitált szerepkörben, amire most szánják. Aztán, hogyha nagyon jó lesz mindenhol, akkor hát még nincs vége, de hát specialistának ez teljesen jó meglátás. New England ilyen érted skill pozícióba, felismerik a tehetséget könnyen, támadófal ízlésünk az nem egyezik. Abszolút nem értem, hogy a Green Bay mit szeretne az Evan Williams-től, azt tudom még elképzelni, hogy ő egy ilyen zsámoly játékos lehet, mint amilyen a Harper, az Edgerin Coopernek, hogy figyelj, itt van egy ügyetlen linebacker, azért őt kellene túlprodukálni, sikerül az edzőtáborban, megint az önbizalma, hát akkor irány a kezdőcsapat. Most itt lehet ez az Evan Williams is, Bullock számára, hogy itt van egy másik safety, nem túl ügyes. Nézzük meg a Bullockot, hát ő mennyivel ügyesebb, ugye ez a különbség. Hetedik körbe írtam, vagy UDF-nak az Evan Williams-t. Fresno State-ben játszott leginkább, egy évet volt az Oregonban, de hát úgy tűnik egy év Oregon elég hozzá, hogy kimegy negyedik körben, mert vannak bőségesen. Evan Williams a safety között kicsi és lassú. Hát ezeket szokták beállítani a slotba. Mivel elég korán kiválasztották, hát gondolom van valami terv, nem pedig az, hogy sose állsz be, és hát talán még ott lehet belőle valami, de hát én tavaly akkorát csalódtam, hogy a Jamie Robinsonnal ez nem sikerült, aki szintén kicsi volt és lassú, de jól játszott a slotban, hogy most már nem bízok senkiben lassan. Na most Evan Williams is egy ilyen konvertált safety lehet, akit megpróbálnak ott, mert máshol nincs esélye, hogy túlélje. Tehát free safety-nek nincs esély, ugye? Lassú vagy, kicsi vagy. Na most akkor strong safety-be, hát ami nem létező pozíció már, de akár ilyen két mélységi safety-vel, hogyha mész, nem tudom odaállítani szintén. Hát akkor bemész a slotba. Hát, ha ott kihasználod, hogy jobban szerelsz, mint egy átlagos corner safety múltad miatt, és akkor nem olyan baj, hogy alacsony vagy, futót lebírod vinni a mély súlypontoddal, nem tudom, mi a terv. Alapvetően itt rossz tervek vannak a fejemben, azok közül kell egyet kiválasztanom, de hát a legjobb terv az lenne, szerintem az Evan Williams ne menjen be. Hanem, hogy versenyez a Bullockkal, előre tudod, hogy mi lesz, mind a kettőnek ugyanaz az ügynöke, és akkor Bullock kijön, hogy na ő tényleg nagyon jó, ő legyen az, aki többet játszik. És akkor Williams-t elfelejtik. Na most ilyen zsámoly játékosnak, akit átugrik az ügyesebb, nem kell negyedik kört ellőni. Tudom, hogy a Green Bay-nek van 100 pikje, de hát akkor se. Nem tetszett ez nekem, meg a Harper se. Most ezek sokat játszanak majd preszezonba, akkor fogadunk az ellenfélre. Már most tudod, hanem Las Vegas jön. Az az én csapatom a Raiders, ha de nagyon kenik vágják. Quarterback ne jöjjön, egyéb poszton meg jókat húznak. Glaze érted, hát most nálam glazesebb nem nagyon van. Jaj, a tekla,
Igazából ő dumált rá, hogy fia, Glaze 5 posztom. Jó, van, mondom, hát te mondod. Pedig hát nagyon szigorú a marylandiekkel. Na most, hogy nem egy marylandi jön, hanem hát a klubhűség minta példánya Decameron Richardson, corner, Mississippi State-ből, aki át akart menni az Ole Miss-be. Aztán megverték volna alsóval, aztán inkább akkor profinak állt. Decameron, ő igazából a prototípusa annak, hogy ő a legjobb a rossz kornerek közül, mert ismeritek, milyen a rossz korner, aki úgy állandóan szív, sok mindent enged, de azért fönn van a pályán, és jövő héten is ő kezd azért, mert azért nem volt az olyan rossz, meg lehet magyarázni, meg hát ügyes az ellenfél, de hát főleg szerelni szokott, meg reaktív. De én bírtam a Decameron Richardsont, mert felismert az edzői stáb, hogy te nem nagyon maradsz ott az emberrel. Nem nagyon vagy veszélyes a labdára, rossz kezed van. De atletikus vagy, meg nagy darab cula vagy, úgyhogy valahogy megtalálunk valami helyet, és akkor aki előtted van, oda mész, kiütöd. És akkor ezt ő megcsinálja ügyesen. De hát irgalmatlan sok elkapást enged, emiatt sok yard is van belőle egyébként, de most ez hülyén hangzik, de az engedett elkapások közül egyik sem van vészes. Tehát, hogy oké, beszívtuk a first down, de legalább nem dobálják be a hátad mögé sose. És hogyha az ellenfélnek át kell menni az úttesten 25-ször, hát egyszer csak elrontják a snappet, vágod. És erre a Richardson alkalmas, hogy figyelj, úgyis corner vagy, valószínűleg megdögleni mész be. College football szintén azért kevés shutdown corner van, akivel úgy bírnának, hát akkor inkább beállítunk valaki olyat, aki legalább fizikálisan felveszi a versenyt, rettentő gyors, robbanékony, ügyeske. Hát te nem vagy olyan ügyes, de akkor csak gyors vagy, meg robbanékony, meg erős. Ja, erős az. Szóval itt a Raidersben Richardsonnak nem tudom, hogy mennyi szerepe lesz első évében, de hát nem ő lesz az, aki megmenti ezt a cornerback szobát. Hogyha bemegy, az a jó, hogy ugyanazt kell csinálnia, mint eddig. Mert a Mississippi State megmutatta, hogy na őt így lehet használni, semmi bonyolultat nem kérsz tőle, és abban ő el van. Na most a Raiders, hogyha ugyanezt akarná, akkor van egy ilyen rutinos emberük, de nagyon ne bonyolítsuk meg az ő szerepeltetését. Én beírtam harmadik körbe, mert nagyon sok csapat van, amelyik Colts, hello, amelyik csak ennyit szeretne a cornerback gyerekektől. Figyelj, próbáld meg lefizikálni, és akkor ott van, akkor rövid zónákban megérkezel, kiütöd a csávot labdával. Na most ezt a Richardson egyik legjobban csinálta talán. Úgy, hogy bevallottan. Nem nagyon hittek benne, hogy ő megakadályozná az elkapás, de hát, hogyha már baj megtörténik, nem lesz belőle nagyobb baj. Az ilyenre azért rá tudtam magam beszélni. Negyedik körben, hát most mire számítasz? Itt azért már nem találod meg a shutdown cornert. Úgyhogy ez így jó volt. Baltimore is jó volt utána, mert jött a Tez Walker. Ha már nem kellett a New Englandnek, azt mondta Baltimore, hát akkor ez a fiú erre. Szükség van mindenképpen. North Carolina, előtte pedig a Kent State játékosa volt Devon Tez Walker, méret és sebesség kombinációja. Erről szól az ő karrierje. Nagyon impresszív felvételek is vannak róla. Azt hallottam, hogy a senior bowlon borzasztó volt, és emiatt csúszott. Én nem szeretem az All-Star gálákat. Hivatalos, most elmondom nektek. Hát gondolom, most már Walker se. Mert vannak egyesek, akik úgy érzik, hogy megnézzük a senior bowlt, és azzal kiváltjuk a teljes college football szezont, és akkor nem is kell megnézni. Ugye? Elég ezt. És hát emiatt a senior bowl, meg a Shrine Game túlértékelt események. Itt három edzésről beszélünk, vágod, nem egy karrierről, ami van, akinek 60 meccs. Szóval most az, hogy valakinek ott nem sikerül jól, nem annyira érdekel. De a Tez Walkernek a mozgása az villámcsapás is. Rettentő veszélyes gyerek. Vigyázni kell vele, mert nem csak arra képes, hogy akkor sütje előre, hanem amikor hozzákerül a labda, akkor is marad rendkívül gyors. Úgyhogy ott benne vannak még észveszejtő testcselek is. Én bírtam őt nézni. Nem egydimenziós, bár elsősorban a North Carolina ennyit akart, hogy figyelj, szaladj be célterületre, majd jön a labda. A Kent State-nél azért próbálták másképpen is bevonni az akcióba, ők jobban rá vannak szorulva ezek szerint, és én nem zárom ki, hogy több is legyen belőle, mint egy ilyen screen, meg mélységi passzoknak a gazdája.
Szóval nagyon tetszik a megoldása, és azt gondolom, hogy bizonyos útvonalakat át is tud venni, amit tavaly mondjuk a Z-Flowers futott, és a Z-Flowersnek annyira nem állt jól az ő testével, miközben a Walker sokkal nagyobb, és hasonlóan gyors. Fürgesség az a más tészta, de ez a profil, ez azért valamelyest hiányzott a Ravensből, azért Agolor nagyon aranyos, de hát körberöhögik már NFL szinten, akármilyen eredményei vannak. Walker lehet, hogy előrelépést jelent. Abban biztos, amit a Beckhamnek a korlapja volt tavalyhoz képest, mert ő legalább egészséges. Nem azért hagyott ki meccset, mert sérült volt, hanem mert eltiltották. És nem azért, mert betört valahova, hanem adminisztratív okokból. Úgyhogy ez egy igen jó húzás szerintem. Harmadik körbe írtam talán a Tess Walkert is. A negyedikben mi más mondanék, mint az, hogy csodálatosság. Na de hát nem annyira, mint ezután jön a Jacksonville Jaguars. Kérem, Javon Foster, Jaguars, Balki. Hát mennyire ért hozzá? Az a durva, hogy nem ért hozzá, mert látjuk két pikkel később, hogy a Jordan Jeffersont választották, hallott, szóval. Itt arról van szó a Jaguarsnál, hogy ők nem nagyon kenik, hogy miről szól ez az egész, de hát, hogyha kalapból húzol neveket, akkor is bele tudsz néha egy jóba nyúlni. Ez történt itt meg. Javon Fostert miért utálja a liga? Kérdőjel. Mi bajuk van az emberemmel? Offensive tackle Missouri. Top 10-es offensive tackle volt nálam. Itt, ebben a klasszban, ahol mindenki offensive tackle és mindenki ügyes. Nem értem, hogy mi van. 11 offensive tackle ment ki eddig a pontig, aki szerintem rosszabb a Fosternél. Összesen kiment 20-valahány, abból szerintem 11 rosszabb nála. Mi a baja az embereknek? 100 éve kezdő, és jól játszik. Passznál, valamint futásnál. Ezek vannak. Karhossza, offenzív tekül méretű. Tömege, kicsibe 300 fölött. Nem ideális a tömege, jó van, hagyjál engem. Most ezzel még kicsit lehet babrálni. De most az a baj, a Jaguarsnak marhára nem kell. Egyébként a Foster, de jönne a bogár, beállítom gárdnak röhögve. Jó blokkolja a futást, érted, azért az gárdnál nem mindegy. Eltologatható. Szerinted? Kizár dolog, hát nem volt rá példa. Jó, nyilván itt azért megtalálnák a nagy darab defensív tekülők, aggódnék pass protectionben, de futásnál ő az, aki takarít. Most egész pontosan azt írják neki tömegnek, hogy 319. Na most az nyilvánvalóan hazugság, mert 313 volt a kombájnon. Hát mondjuk akkor lehet, hogy igaz. Tehát ez a prototípus méret már lassan. 2000 márciusi, idősebb a többieknél, de hát ezt a pályán töltötte jó fotballal. Nem tudom elképzelni, hogy akik előtte kimentek offenzív tekülök tömegével jobb karriert tudjanak le a Fosternél. Na most, hogyha Jaguarsba soha nem fog megsérülni senki, akkor nem áll be, és akkor nem lesz olyan jó karrierje, de egyébként szerintem csodálatos volt a Missouriban. Akkor is, amikor még nem voltan rátermett az offense koordinátor, amikor meg jött az új, aki a zónát blokkoltatta, akkor meg szintén kiváló volt, akkor is, amikor mást kellett csinálni. Mindig kiváló. SEC fotballban, érted, jönnek a nagyon nagy tudásúak szembe, ő meg kiblokkolja őket a picsába. Erre mit mond a többi csapat? Nem kell. Valaki azt mondja, kell. Szóval, ki nevet most? De hát véletlen volt a választás, mondom, mert kettővel később kiválasztották a Jordan Jeffersont is. Átugrom a 14-et, vagy hanyadikat ugrom, már 15-et, most beszélek akkor Jordan Jeffersonról, aki egy csere nose. Szóval nem arról van szó, hogy itt a Jaguarsnál hát okosabbak, mint a többiek. No, senki se okos igazából. Ha nem csak most véletlen bejött valami. De a Jordan Jefferson, mondom, egy csere nose. De hát az NFL-be, hát nyilván az, nem az NFL-be. College football-ba. West Virginiából indult, hivatal kezdő volt, meg az LSU-ba is kezdő volt egy fél évig. Na, nem akarok hazudni, az volt egy fél évig. Na hát most itt azért lesz szerepe, hogy érzed? Jól ismeri a Mason Smith-t. Eltakarítják őt. Az a jó hírem, hogy van ennél rosszabb, mert ugye a McKinley Jackson-t elvitt a Bengals egy körre hamarabb.
Mi van ezekkel a macskásokkal és az ő nóztekül fétisükkel? Tavaly ez volt a Lionsnél a Broderick Martin. Hogyan tovább? Panthers, mi van veletek? Jordan Jefferson még csak nem is a leghíresebb Jordan Jefferson az LSU történetében. Egyértelmű UDFA szerződés. Tehát, hogyha ezt a tudást nem tudjátok összeszedni az UDFA-k között, hát akkor baj van. Azt ne is mondjam, hogy a Christian Boyd benn van. Komolyan nem hiszem el, hogy ennyi ráhatása nincs a csapatnak a játékos politikájára az Iktriádnak. Hogy legalább valamit bemondan a fia Norton Iowa-ból, hozzatok majd a filmat. Helyette LSU-ból. Már megint. Jordan Jeffersonnak nagyon nehéz lesz keretbe maradni 4 évig. És úgy, hogy most 4. körbe vagyunk, itt azért elvárnád valamelyest. Mert hogy ezt a plötyi tudást, amivel ő bír, jövőre, szintén a drafton, 39-en lemásolják, és akkor valaki megérkezik a tetőtáborba, ő meg már kifele nézeget. Nosztekül vagy, bika erős legyél, halod meg, hogyha semmi más nem tudsz, már pedig nem nagyon mozog. Na hát ez nincs meg neki. Ugyanazt tudom mondani, hogy McKinney Jacksonnál. És egy NFL gárd, aki komolyan veszi magát. Hát visszatartja Jefferson, ne őrítsé már, még egyedül. Nem double team. És akkor hajkurásszal futott? Hogy hajkurásztál? Már nem ér oda. Most ebből a kettőből sikerült egy teli találat, meg egy nullás igazolás. Hagyjuk ezt inkább akkor. Menjünk vissza Bengalsra, hát most szóba kerültek. Eric Hall lett a két Jaguar között a Bengals embere, Titant. Most Eric Hall lesz az, aki megoldja Titant posztot. Van, aki azt mondaná, már megvan oldva. Hall, Michigan és Iowa nevű csapatokban játszott, volt sérült. Hát egyik se arról volt híres, nagyon dobálgatja a labdát. Iowa, amikor dobta, akkor is inkább a földre. Úgyhogy inkább ezt ne csináljuk. Egészen szánalmas támadójátéknak lehettünk szemtanúi az esetükben, de amikor még kidőlt az oll, akkor hát még rosszabb lett az egész. Hogyha felszorozzuk egy teljes szezonra, hogy nincsenek rossz statisztikái, tud mozogni, megbírja fogni olykor a labdát, nyilván nulla rászorultság van a Bengals részéről, hogy itt a negyedik körös tight enddel mi lesz, főleg úgy, hogy Drew Sample-t imádják, tehát blokkolni ő megy be, Tanner Hudsonnél az Eric Hall nem biztos, hogy jobb egyébként, de azt azért lehet, hogy megugorja. Nem sok tight end van, akit így beírtam volna 4. és 6. körös közé. Inkább 6.-7. körösöknek írtam őket. A 4.-5. nem írtam, hogy valami ilyesmire emlékszem. Már nem most volt már. Nem tetszik annyira. Mert itt sok hasonló tudású hátsókörös tight end van, amik közül egyet elviszel, nem kell sietni vele. Jobban tetszett a Theo Johnson a Giants-be. De aztán lehet, hogy az All jobb közegben akár produkál. Hát nyilván, hogy ő kifutna a kezdővel, hát akkor ez jutna neki labda. És akkor jönne a produkció, és akkor igazolja a 4. kört. Nem lesz könnyű, mert még ezután is hoznak neki nyilván konkurenciát. Colts következett. Tanner Bortolini, center, Wisconsinból, korábban guard. Nagyon jól mozog a Bortolini. Kifütyülik Wisconsinban. Badgers támadófal képzése. Ott hova tart a világ? Először kitalálja a Badgers, hogy mi passzolni akarjuk a labdát. Ó, igen, mert aztán kitalálják, hogy fény atletikus falembereink vannak. Hát halad, nem járnak a családok többet meccsre. Borz népség. Szóval Bortolini. Modern, mozgékony, center, legkevésbé Wisconsinból várnám. Hozzánk padra jön, nyilván Ryan Kelly. Nagyon jól fizetett, kezdőcsapatban, és akkor lesz egy cseréje. Mindegy nekem. Nagyon jól sikerült Bortolininek a fordulékonysági gyakorlat, és van, aki azt mondja, hogy figyelj, Srikonban, meg Shuttle-ben, aki a támadófal belsejében jó teljesített, az lényegében garantált kezdő, hát ez nincs így, ugye, mert visszanéztem, az örök ranglistán egészen undorítóan gyenge játékosok is vannak, akik könnyen meg tudnak fordulni a tengelyük körül, szóval ezt nem tudom, ki kezdte el terjeszteni, de nem lett játékos a Gabe Eichardtból, meg a barátaiból, szóval ezt engedjük el, de tény az, hogy kiváló az, ami a
rövidgatyás edzések alatt történt. Nekem nem volt bajom a Bartolini felvételeivel sem. Kicsit ötlettelen volt az offense, azzal azért volt bajom. Szóval eljön a kispadunkra, végre egy atletikus játékos azért. Ballard nem hazudtolja teljesen meg magát, kiengedték a WC-ből. Semmit se befolyásol igazából. Kiül a padunkon, mert hát így is úgy is nyerünk. Akkor nem ugrunk tovább. 18. Seattle. Tyrese Knight. Hoppá! Kisiskolai játékos, imádni való választás. Seattle szereti ezeket a kisiskolásokat, és hát általában engem is megvesznek vele. Nem automatikusan, hanem mert így egyezik. Ki tudják szúrni azok közül, akik a kis posványban dagonyáznak, hogy ki az, aki a legügyesebb. Hát ez egyetemű a Tyrese. Neki semmi keresni valója nem volt. A UTEP Minersben, de hát annyira rossz tanuló volt, csórikám egy helyre vették föl összesen. Ilyen kevés pontszámmal. És akkor beállították freshmanként a UTEP Minersbe, ami hát nem éppen egy powerhouse csapat, hanem általában ők a legrosszabbak. És akkor, ja Tyrese, te vagy itt a legjobb játékos. Első évesen, meg második, meg harmadik, meg negyedik. Kijárta szépen ügyesen az iskolát, nem akart elmenni. Kapitány, szalag rajta. Csodálatosság. És aztán ezt a keménységet miután megmutatta, atletikusságban is megfelelő eredményei vannak, méretileg is megfelelő. Hát fiú, te akkor mész a profik közé. Pedig azt a UTEP Minersből nem szokás. Rácsapott a Seattle ügyesen, belső linebacker poszton, hát rettentő fiatalítás van, ugye? Mint azt tudjuk. És hát McDonald edző. Megtalálja majd a helyedet, kicsi. Ne féljél, nem kell bemenni azonnal a kezdőbe, de kellene rohangálni special teamben, blokkolni kell a rúgást, és aztán visszafutni vele. Erre alkalmas. Kiváló fizikum, kiváló erőszakosság, hozzáállás, mentalitás. Én azt gondolom, hogy nagyon jól tudna majd beszélgetni a Pete Carroll-lal, aki a főnök. Úgyhogy ez egy igazi, csodálatos megoldás a Seahawks részéről. Izgalmas, hogy mi lesz a Tyrese Knight-ból. Nincs komoly kérdőjel vele kapcsolatban, azt leszámítva, hogy ügyetlenekkel focizott eddig, és könnyű dolga volt. Nem voltak alkalmasak rá az ellenfelek, hogy az ő gyengécske blokkjaiban ő fennakadjon. Na most ez magasabb szinten azért kérdéses ezzel a tömeggel, de én hiszek benne, hogy ezt majd tudja mutatni magasabb szinten is, mert a tudás alapján játszhatott volna az NCAA legjobb gárdái között, csak hát a bizonyítványban nem voltak jók az adatok, ezért szorult lejjebb. Nem gondolnám, hogy ettől ő elkényelmesedett volna, és gondolná, hogy ez örökké elég lesz, hanem ő küzdött mindvégig, tudva, hogy ő nem ide való, és neki majd magasabb szinten is lesz jövője, hát lesz bizony. Na de hát ezután még durvább jön Mason McCormick, Pittsburgh Steelers. Dog. Jegyzeteimbe csupa nagybetűvel csak annyit írtam, Steel. South Dakota State guardja. Harmadik támadó falember a Steelersben nyulaktól. Troy Fautanu, Zach Frazier után itt van McCormick. Hát mondjuk Troy Fautanu, de nem annyira illesz ide hozzánk, mert te ott a technikával akarsz nyerni, nem izomból, mint a McCormick meg a Frazier. Megérkezik a Steelershöz, azonnal imádják természetesen. Russell, beállsz mögém, nem fog téged senki se itt bántani. Bántott valaki Russell? Hát nem, csak Denverbe. Lehet, hogy azt mondták, darab szar vagy Denverbe, igaz? Na ne fossál, gyere, elmegyünk, bosszút állunk. Szállj fel a platós autómra, ott, amelyiknek birkaszaros a gumija. Elmegyünk Coloradóba, és megbosszuljuk rajtad. Jó, már most azért nem kell, de kell. Én vagyok Mason McCormick, megvédelek mindentől. Frazier, jössz? Adjatok engem gecibe. Jó, tehát igazi center vagy, te neked nem kell dumálni. De a McCormick egy gárt, ő beszél. Gyere, elmegyünk, de már beülti az autóba, Frazier. Jó. Úgyis van Coloradóba egy rokonom, a Kenny. Őt is kicsinálták. Ne fossál, Russell, megvédelek mindentől. És akkor itt van még a Najee. Hát te is hallott, még nem tudsz futni.
Nem tud szaladgálni? Hát milyen munka ez? Nálunk vidéken, South Dakota-ba, igenis az van. Ki akar menni a gyerek a rétre szaladgálni, akkor neki kell, hogy helyet biztosítsanak. Na majd nézzön mekkor még helyet biztosít, öreg, ne féljél. Kimegyünk a meccsre, és akkor itt el tudsz futkározni odáig a kapuig. Meg vissza, majd elfutkározol, jó? Azt is majd begyakoroljuk, csak most megyünk a Russell-lel Colorado-ba. Megkérdezzük az utca emberét, hogy bajod van a barátommal? Mézen McCormick. Legcsodálatosabb gárd. Mentalitása adott. Mozgékonysága, fizikai ereje. 100. A 100-ból. Elegendő a kezdőcsapatba. És akkor Steelers azt mondja, figyeljük, a padon kezdesz. Ó, micsoda gazdagság, micsoda sárm. Hát, jól van. Troy Fautanu nem jön az autóval. Troy Fautanu egyrészt nem fér már be, másrészt meg ő gyakorolói technikáson akar nyerni, azt mi nem értjük a Frazierrel. Itt jön valaki, beverjük az arcát a Russell előtt, aztán kész. Nagyon jó munka lesz. Alig várom már. Steelers offensive football. Amennyiben kijön a papírforma és a két legjobban támadó csapat fog eljutni a Super Bowlba, akkor Steelers Bears. Mert ezek historikusan igen jó bírnak támadni. Hát most erre megtették a következő lépést. Hát akkor azt is elmondom, hogy mi a következő játékosnál a jegyzetem, mert az Miami Dolphins Jalen Wright, running back, Tennessee. Kérem szépen, a jegyzetem csupa kisbetűvel annyi, hogy ő így megy. Be a célterületbe. Szükség volt egy kis sebességre már ennél a Dolphinsnál. Nagyon konzervatívak voltak a fiúk. Beszorultak állandóan, de hát akkor majd itt a Jalen. Megütik neki a lyukat, már hazavitte labdát. Reméljük, hogy a kapu mögött lakik. Kialakítanak ott neki egy kis faházat. Nagyon gyorsan tud menni. Ahhoz képest még ráadásul nem is valamilyen pehelysúlyú, mint a Zay-chan, hanem ő nagy és gyors. Jó napot kívánok! Szóval akkor ez, első futón volt idén. Ő a legvalószínűbb, hogy fogja a labdát, beviszi touchdownra. Akár honnan. Hát ez aránylag értékes, nem? Hogyha nem bírná bevinni az ellenfél. És akkor itt üdvözlök Miami-ben, öreg, ahol a defense ott hátul védekezik, hogy nehogy a Tyreek befusson mögéjük. Könnyű a box? Lehet, hogy könnyű. Hát akkor egyet már kiszedsz nagy nehezen, felgyorsulsz, gyorsan fel tudsz gyorsulni? Gyorsan? Gyors? Hamar fel tudsz-e gyorsulni, Jalen? Hát mondták már. Jó, bejössz, negyedik számú futó vagy, oké, okay. És akkor nálad van a labda, beviszed touchdownra. Meg lesz a 70, ezúttal is, alapszakasz meccsen. Jobbak ellen? Hát ez nem rajtam múlik. Ja, jó van akkor. Hát ez megint csak zseniális meglátás. Elég legyen már a zseniális húzásokból. Jó, azt mondja Seattle, rendbe, kicsit nyugodjunk még. AJ Barner. Tight end Michigan. Hallod, majd teljes sebességgel robogtam negyedik körös bandwagonon, amikor azt mondják nekem, hogy a Barner. Az új Colby Parkinsonról beszélünk. Mert hogy akik most a keretben vannak tight endek, ők vonzák a labdát kezükkel, Fáraó, Noah Fent. Ennyi. De akkor ki fog blokkolni? Hát akkor Barner. Bejössz blokkolni, eddig Michiganbe voltál. Ott sem nagyon dobtak neked mi? Nem, mit. Nem azt mondja, mit. Bemész, és akkor segítesz blokkolni. K-Dubnak. Oké. Okay. Na most hát ezekből a manusokból, akik ilyen hot nullának néznek ki, Seattle draft esetében, ezekből lesznek általában a legnagyobb közönség kedvencek. Úgyhogy már visszafogott vagyok itt a Barner kapcsán, de hát eléggé közel a nullához, ami így kinéz hozzáadott értéknek. De hát majd biztos megmagyarázzák, hogy igazából ő több dimenziós, csak azért nem kapott labdát, mert. Mert ott volt a Love Stop, hogy hívták a másik tight endet, aki nem van löbetűs. Hogy neki dobott a McCarthy mindig, nem nekem. Igazságtalanul bizonyára is igazából. A Barner mindent tud a labdával, csak nem akarták, hogy kiderüljön, de valójában csak blokkolni akar. Na most ehhez képest a galambos kiment egy körrel ezelőtt Arizonába, szóval ezt majd fityiszként megmutatja Schneider.
lehet, hogy a Barnernek jobb karrierje lesz, mint a Raimennek, ez az igazi neve, Tip Raimen, kitaláltnak hangzik, galambos, de hát most ezzel kevésbé izgi-bizgi, mint annyira Tyrese Knight volt. Hát bezeg a Bears. Újabb ember érkezett meg a Super Bowl várományos keretbe, Tory Taylor. Na, egy manus, akit nem láttam soha az életemben, legalábbis nem tudatosan, lehet, hogy itt elment előttem valamikor. Panther, ugyanis Iowa-ból Panther. Az első és utolsó Panther, akit kiválasztottak a drafton. Több nem kell. Mi baja van a csapatoknak? Egy Panther. Hát de akkor a legjobb. Chicago, legjobb irányító, legjobb Panther. Gondolod, hogy szükség lesz rá? Annyira bíznának a Williams-ről, nem kéne a Panther. Hát Holdernek, ja. Semmiképpen sem kirúgáshoz, mert nem tud kirúgni. Ó, te. Melbourne-ben született. Hogy kell mondani? Melbourne, nem? Itt Magyarországon mindig Melbourne-nek hallom, de hát itt én nem látok ő betűt. Melbourne, ausztrál a gyerek. Na kérlek, három Panther elvittek UDFA szerződéssel. Én kikerestem, hogy akkor most hogy néznek ki a számok. Akit a Bills vitt Panthernek, nevet nem mondok, hát most minek tanuljuk meg. Ő rúgott kirúgást is, meg mezőnygolt is. És Chicago Taylor Panther, ő nem rúgott kapura, meg kirúgást se. Negyedik kör, ham az UDFA. Akkor vitt a Falcons is egy Panthert, akit hasonlóan jól pantol. A fene, igen. És van még a Saints, akik szintén vittek egy Panthert, ráadásul neki nagyon szép neve van, a Hayball. Hayball. Ő is jól rúgott bele a labdába, az anyja köcsögjét. Szóval, itt most Chicago bekerült a bajba, mert lehet, hogy ezek az UDFA panterek ma jobban pantolnak, mint a Taylor negyedik körből. Hát itt mindig ez a veszély, hallod. Hogy hiába választott ki a tökéletes scoutinggal, hogy ez a fiú, hát ez messzebbre rúgja mindenkinél. Aztán a tét meccsen meg amaz messzebbre rúgja. Hát még hagyjál ráadásul be a sarokba. Szóval, hát a Bears itt a komplet draftot elrontotta úgy, ahogy van. Nyugodtan mondhatjuk, hogy megy le a WC-n. Hiába Williams meg az Adunzé. Innentől már ők is basztok lettek a Panther miatt. Komolyan hallod? Pedig olyan jó volt minden. Nem lesz gyűrű idén. Aztán meg felcserélt a Houston, hogy nekik van nincs Titan, ha kell a Titan. Ki legyen? Cade Stover. Ohio State. Halljátok ez a gyerek? Amikor néztem a Titan-deket, jó, hát megfogod a labdát, van produkciót, linebackerből átképzett. Tehát, hogy a 22-es felvételeken arra jutottam, hogy hát jó, hát van produkció, öcsém, de hát hogyha CJ Stroud dobja neked a labdát, hát akkor nem olyan nagy vasizdasz. Na most mi történik a profi karrierjében? Megint a CJ Stroud dobja, úgyhogy egy ilyen változót kiiktathatunk, mert egy kicsit rosszabbul passzoló csapatban neked nem nagyon lesz életed. Hát akkor jó napot kívánok, Houston Texans. Mekkora mákod van? Mit tudhatsz a Stroudról, hogy még felmennek érted? Mert ugye van a Schultz, van a Brevin Jordan. Brevin Jordan már kiszorítható, érted? És ugye Stover erőszakosságban, méretben előtte van a többségnek. Én nekem összesematizáltnak tűnt a produkciója. Sok yardja van, sok elkapás, sok rövid. Szóval szerintem egy túlértékelt gyerek volt, mert nyilván látszódott rajta, hogy korábbi linebacker, és hát úgy megy, mint az állat. De hát ehhez komolyabb képesség annyira nem volt. Jó, hát megfogja a rövideket, annyira nincs rossz keze linebackerhez képest, de hát most már Titan. Nem láttam benne a speciális tudást, amivel így a top Titan-ek közé kellene emelni. Na most így a negyedik körbe viszik, már is inkább a helyén vannak a dolgok. És hát valószínűleg a Stover a Houstonnak a leginkább értékes játékos így a 32 csapatból. Szóval, hogyha azt mondja CJ Stroud, hogy már pedig nekem kell a Stover, hogy ő legyen a harmadik-második Titan, akkor bólint az, hogy igenis CJ, amit akarsz, és akkor idehozták neked őt. Így akkor most már van 30 játékos, aki megjátszható,
kell. Mindenképpen annyi. Nyilván egyedik körből ő aktív kerettag lesz, és mivel volt linebacker, bemegy special teambe vadállatkodni. Van ennek értelme? Texans részéről, meg hát ők eleve már luxusban élnek. Megalapozta a csapatnak a magját a plébános. Ilyenkor már belefér egy-két haver. És akkor te VM, neked nincs valami haverod, Nico, akit ide hozzunk. Én, nekem nem kell senki. Ja, akkor marad a Stover. Ohio State-ből. Múltkor is bevált. Hozzánk most is be fog válni. Hát mennyire? Hát amennyire egy csere Titan be tud. Jobb, mint a Ryman. Vagy mint a Barner. Le Barnert lehet föntebb írtam. Hát, azt lehet, hogy megbánom. Mert ugye, hát ilyen mozgékony a Stover. Inline-ban nem lehet használni. Na, akkor sok játékidőre van kilátás. Azt gondolod, átképzett linebacker, hát akkor az bemegy, aztán blokkol, de ő nem. Úgyhogy nincs meg ez a latu faktor. Ki az a latu? Hát a Ninersből. Így se tudod, hát nem csodálom. Ötötször kezdem el. Van egy kis időugrálás itt a videók felmondásában, ami a pozíciókat, illetve majd halljátok, de lényeg az, hogy nem bírom elmenteni a videókat. Na, hát most ez van. Beszélek, nem derül ki, hogy végülis rögzül, vagy csak így magamba. Majd rányomom, mentés, és akkor nem menti. Ez a végén derül ki, hogy elmentette, vagy nem. Szóval Malik Mustafával megyünk tovább, San Francisco, ha már szóba került Latu, a kívülről tudom. És ugyanazt mondom előtt ötször. Ráadásul nem egy jó játékosnál, tehát nincs ebben semmi öröm Malik Mustafáról beszélni. Vagy a csávó az a múltban ragadt. Nem értem, mit akarnak tőle. Válasz a Ramsnek a kincsenszre. Nekünk is van használhatatlan safety-nk, tessék egy-egy. Majd Mustafa, Wake Forestből safety. Akartam kedvelni, mert Richmondból származik, de hát elment a pókoktól, már is ellene vagyok. Sokat hibázik a boxban. Kérem, ennyit akarok. Amit kell róla tudni. Beküldöd a pályára? Nem. Hova küldenéd? Safety vagy, kisméretű vagy aránylag? Free safety-nek nem tudsz oda menni, mert lassú vagy. Kicsi vagy, lassú vagy aránylag. Alacsony csak, nem olyan kicsi, mert tömegem 200 valahány font, 210 alatt azért. És akkor a boxba akar verekedni, nem boxolni, hanem ott a line of scrimmage-hez közel akar keménykedni, elrontja a szerelést. Mindig rá akar menni a kiütésre, nem nagyon sikerül. És hát ez a fajta játékos, ez már 10 éve is kifogyott, aki úgy a pályán lenne. Nem nagyon használnak ilyeneket a csapatok. Szóval nem tudom, hogy ezt mit szeretne tőle. Bemehetne tőlem a special teambe rohangálni. Arra már volt igényük, ugye tavaly a Latu, meg a Moody harmadik körbe, hát ahhoz képest a negyedik az már ajándék. De hát a defense-ben nem nagyon akarnám beállítani. Mert ennyi elrontott szerelés a világon nincsen, amennyivel a Mustafa bír. És ez mentalitás kérdése, mert ezerrel megy mindig, csak hát odébb lép a védő, és akkor még nem bírja levinni. Hogyha éppen valamelyik belenéz egy nagyobb sallerba, hát akkor az olyan látványos dolog, de egyébként nekem a Mustafa hetedik körös volt, azt hiszem a specialty mérték miatt nem UDFA. De hát, hogy itt nem használgatnám, az biztos. Mert a box safety-ket annak idején elkezdték kipécézni az offense koordinátorok, hogy az ő coverage-jébe menjen a labda. Hát erről a Shanahan fater tudna mesélni. És akkor az ilyen darabos gyerekeknek megetették a labdát. Oda ment környékére a csávó, nem tudta vele tartani a lépést, vagy belőtték a háta mögé, nem érte utol, és ennek az ilyen minta példánya Malik Mustafa is. Az ilyen játékosok miatt halt ki a strong safety poszt a modern futballból. Na most ő akkor idejött az időgépével, és szeretne így játszani. Hát figyelj, nagyon nagy szenvedés lenne abból. Gondolom már edzésen is tapasztalni fogják. Golvonalas spilénnek esetleg jó lehet, hogy akkor izomból belerongyol a falba, amikor már csak egy yard kell, aztán hátha megfogja a futót. Most az ilyet azért nehezen tartod az aktív keretben, special teambe esetleg, hogyha nagyon jól játszik, akkor igen, és akkor bizonyos szituációkban tömni az egy yardot, akkor beküldöd. Na most ez nekem nem kellene a negyedik körben. Most rányomok, hogy vége, stop, elég ebből a videó részletből, és akkor meglátjuk mentette, annyira izgulok.
Na hát nem mentette el a többit, úgyhogy közel vagyok, hogy felkössem magam. De elkezdem akkor harmadszor. Itt a maradékot, itt a kis rózsaszín füzetet előkeresem. Bár már kívülről tudom a sorrendet. Van itt egy csomó futó. Az a baj, a következő 5 választásból 4, akikről egyszerre akartam beszélni egy füst alatt, és ez nem jó. Úgyhogy kihagyom a Bucky Irvinget, menjünk a Giovanni Manura. És akkor azt elmondom, lementem, megnézem, felvette ez a szar. Kivettem az SD kártyát. Mentem a memóriára, érted, belső memóriára. Mint az állatok. Giovanni Manu, őt nem láttam egyáltalán, de követem a kanadai médiát, nyilván követem, mint hazai CFL kirendeltség, és ott rengeteget cikkeztek róla, szóval számomra egyértelmű volt, hogy a Manu egy létező manus, és őrületes prodei eredményei voltak, szóval valamelyest benne volt az, hogy őt draftolják, de hát inkább volt az UDFA szerződés benne a levegőben, mégiscsak a U Sportsban játszott, korábbi nevén CIS, ami ugye a kanadai egyetemi futballbajnokság, ez egy 27 csapatos bajnokság, könnyű követni. Azért nem nézem. 2 meccs van elérhető teljes egészében a YouTube-on a Manu csapatáról, a UBC Thunderbirds-ről. Nagyon ráérnék nézném egyébként, mert a kanadai futball az menő. És hát a Manuról, illetve a Benedett nevű csapattársáról már régóta cikkezgettek, akik a UBC-n játszottak mindenketten támadó falban. Főleg a Benedett kapcsán, akit meg is hívtak a Shrine Game-re, még 22-ben, de aztán visszament az egyetemre, mert ott szabad olyat. És jártak a scoutok a meccsre, és azt vették észre, hogy van ez a Manu nevű ember, aki hát óriási, valami 6-8-3-60 vagy valami ilyesmi, és a prodéjén meg nagyon gyorsan mozgott, meg nincs értelme, hogy ekkora manus ilyen jól mozogjon. És akkor hát erre azt mondta Dittőt, hogy draftolni is kell, hiába alacsony szinten játszott, ugye a CIS, U Sports, most éppen az a neve, az eddig a világtörténelemben 12 NFL prospektet adott a draftokra, akiket kiválasztottak, szóval az nem sok, így 150 év alatt, de hát jól mutatja Manu-nak a különlegességét. És hát amikor utána olvastam, hogy neki milyen háttere van, azonnal eszembe jutott, hogy én ezt láttam már, ugyanis itt a First Lady szereti újra élni kislánykorát, ami hát nem volt olyan régen, és szokta nézni a Váratlan Utazás című sorozatot hétvégente, délelőtt, mikor én még bőven törölgetem a csípát, és kb. 5-ször végigment az összes évad, mindent tudok róla, főleg hangban, és ott is az történt, hogy főszereplő fiatal korában Kanadába a nagynényéhez költözött. Most ez történt a Giovanni Manuval is, csak ő Tongából költözött Kanadába nagynényéhez, hogy akkor ott fogsz élni, tanulni, és aztán hát ő annyira nem hasonlít a főszereplőkre, de egyébként a szinopszis az egyezik. Az nem egyezik, hogy a Manuból lett egy ilyen 200 kilós ember, aki ott félre toszogatja az embereket, de ha véletlen a határ másik oldalán lakott volna a rokonság az Egyesült Államokban, hát akkor agyon toborozzák ezt a gyereket. Helyette itt a British Columbia Thunderbirds-ben focizgatott, és véletlen észrevették. De hát a világ nyitott a következő májlatára, és hát ahhoz képest a Manunak még hát komoly rutinja van sisakos futballban. Előre haladott állapotban van. Úgyhogy őt majd Lions edzegeti, nem kell hamar bemenni a pályára, de hát egyébként az adottságok csodálatosak. És ezt felvétel nélkül elfogadom, hogy így van, és nem kell megnéznem egyetlen egy meccset se, abból, hogy hogy játszott a UBC, általában igen jól, mondjuk abban a bajnokságban nem lehet rosszul, és így a vakon jár az A plusz a Detroitnak. Hát náluk tudjuk, hogy nem kell sok hozzá, hogyha kell valaki, akkor rácsapnak, nem várnak tovább. És itt érezték, hogy ez a gyerekhez nagyon kell. Azok közül, akik Kanadában jártak egyetemre, és draftolták őket az NFL-ben, 2 voltak támadófal játékosok, mind a 2 bevált. Volt egy Sád nevű ember 86-ban, sokáig játszott a ligában, szóval biztos bevált, meg volt a Duvernay Tardif 2014-ben, ő biztosan tudom, hogy bevált a Chiefs-ben. Úgyhogy Manu
a harmadik, akit draftolnak, senki nem volt ekkora, és ennyire erős és gyors, szóval hát még ebből lehet valami adottságokat, nem kell tanítani. Gondolom ez a CIS színvonal is nagyjából olyan lehet, mint egy Divízió 3-as random konferencia az Egyesült Államokban, ahonnan azért jönnek. NFL-be támadó falba, Quinn Meinertz Denverben kezdő, a Ben Bartsch San Franciscóban csere, de Jaguarsban néha volt kezdő, szóval nagyon mélyről is el lehet oda jutni, hogyha megvannak a fizikai paramétereid, zsiványság, és a Manuban ez elvileg mind megvan. Úgyhogy ez egy az átlagtól eltérő gondolkodás, de ezt támogatom a legtöbbször, főleg a Detroit logóval. Én megértem, hogy miért akarták elvinni a Manut. Biztos vagyok benne, hogy az országos média Egyesült Államokban nagy részben teljesen vakon van a Manussal kapcsolatban, de én hónapok, lehet, hogy már évek óta hallgatom, hogy ez a fiú egyszer még mekkora játékos lehet. Aztán kiderült, hogy nem is Kanadában lesz akkora játékos. Nagyon érdekel, mi lesz ebből. Sikerült Manut rögzítenem, fel is veszem a Winnipeg sapkát, hát ha ezen múlik kanadai testvéreinken. Na az 5-ből 4 futónak nekifutok újra. Többet futok már velük, mint ők maguk a pályán, hát főleg a Gerendo. Na menjünk sorba, Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers, tehát Bucky Nears. Ő volt a 25. választott a 4. körben. Érték. Ezen a szinten egyetemen értéket képvisel Bucky. A top 100-as hype az jogtalan volt, de ilyen passz elkapó backnek, harmadik dánosnak az NFL-ben is lehet szerepe, és a Rashad White-ot ki tudja egészíteni. Túl sokat volt a pályán a Rashad. Azért annyit nem érdemel a játékidőből. Irving pedig tökéletes kiegészítő, amennyiben egy kis change of pace-re van szükség, de a mérete nem kiemelkedő, hanem kicsi, a sebessége nem durva, nem valami jó, ahhoz képest, hogy milyen kicsi, mért eredmények nem igazán voltak jók, ahhoz képest, hogy ilyen mitugrászról van szó, szóval ő kizár dolog, hogy kezdő futó legyen, ezt el kell engedni, még akkor is, hogyha az Oregon meccseken kiválóan teljesített, és remek megoldásokat láthattunk tőle, olykor a legjobb játékosnak tűnt, Bo Nix minuszba dobott labdái után, és hát rengeteget épített rá a Dax, jöttek is nagy játékok tőle, de ennek így vége van. És hogyha ezt mindenki elfogadja Buccaneers környékén, hogy ennyi, ő nem fogja a kezdőcsapatot ostromolni, hanem egy kiegészítő, akkor nem csalódnak benne, mert annak meg csodálatos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy nesze itt a labda, fog meg, megfogja, aztán menjél, még ott is benne van, hogy tud menni, és néhány ügyes irányváltással balondot csinál a védőkből. Ezt pedig nagy számban láthattuk, az NFL-ben kevesebb szer fog megtörténni, de alapvetően egy ügyes fiú, hogyha nála van a labda, és könnyen beszerzi. És az, hogy direktbe odaadják a handoffot neki, hogy akkor menjél, Bucky, próbálj meg találni valami helyet magadnak, azt nem látom, de másféleképpen is lehet hasznot generálni, és erre szerintem bőven alkalmas lesz. Úgyhogy egy jó játékost találtak Buccaneersnél 4/25-re is. Itt már nem nagyon van olyan, aki egész nap a pályán tartható, de ez is értéket képvisel. Ugye jött a Manu, majd a Philadelphia futója Will Shipley Clemsonból, aztán a Buffalo futója Ray Davis Kentuckyból, és aztán a San Francisco futója Isaac Gerendo Louisville-ből. Na most ezek, ahogy mennek, haladunk a drafton, egyre később megy ki az ember, egyre izgatottabb vagyok. Ebből a háromból ez pont úgy jött ki, hogy a Shipley, Ray Davis, Ray Davis, és aztán a Gerendo. Gerendo! Ennyit írtam jegyzetnek a Gerendohoz. Ebből már tudod, mire gondoltam. San Francisco running back, Shanahan. Gerendo nagy testű aránylag, és rendkívül gyors, 4.33. Menjél! Kár, hogy nincs neki rutinja, mert nem engedték a pályára. Két egyetemre is járt, Wisconsin, Louisville, mind a kettőben azt mondták, csere vagy. Túl gyorsan futott, nem tudom, mi lehetett a baj. Nagy ritkán beengedték a pályára, akkor meg jól futott, hihetetlen.
Mert ott nem volt senki a stopperral, hogy észrevegye magát, hogy ez a fiú a legjobb esélye győzelemre. Hát majd a Niners-nél. Még McCaffrey annyira nem izgult talán, hogy kiszorítja Gerendo. De hát amikor a San Francisco választ egy futójátékost, én automatikusan izgalomba jövök, hogy ebben még azért van tartalék. Mert még a Chiefs-nél szokták azt mondani, hogy figyelj, jön egy elkapó, fú, a Chiefs-be. Általában nem történik velük semmi. Na de hát a Niners-be Shanahan ez futó. Hát öreg, te beviszed a touchdown-okat, hogyha felküldenek a pályára, az a kérdés, felküldenek-e. Ugye McCaffrey nem engedi. De egyébként Gerendo egy olyan játékos, akinek puff, kiütöd a lyukat, belemegy, nem érik utol. Úgy, mint a Jalen Wright a Miami-nél, csak ő olcsóbban elérhető, mert nincs játékideje. Nem túl hype-olt. Mondjuk az képest elég közel van a draft pozíciójuk. De hát, hogyha az a dolga Shanahannek, hogy figyelj, helyzetbe hozunk téged. Isaac, onnantól kezdve meg, ahogy megvan a napfény, belefut ügyesen. Szóval elképesztő potenciállal bír ez a gyerek, de hát nyilván nem akarnak tőle sok mindent, amíg McCaffrey a keretben van, de benne van, hogy egy-két labdaérintés meccsenként, aztán mi van, ha végigviszi. Senki se lepődhet meg rajta. Mert nagy testével kibírja az ütést, és a gyors lábával még nem tud versenyezni a védő. Nagyon hamar felgyorsul, őrület ez a csávó. Elpocsékol, tehetsége volt a college futballnak. Emiatt ugye nem lát olyan jól a pályán, belülre nem szívesen küldjük, nem alakul ki ez az ösztöne a preszezonban, de nem is akarjuk. Ugye, hát belülre röködjön a McCaffrey. És hogyha néha helyzetbe kerül majd, mert éppen bejön, nem nyugodhat meg az ellenfél. Lemegy McCaffrey, kifújnád már a levegőt, és bejön helyette a 4-33-as gyerek, aki 6 láb 2-20. Oké. Szóval ez egy világi meglátás a Niners-től. Azok után, hogy Mustafával bohóckodtak kicsivel hamarabb. Húztak egy bálkét. Nem véletlen dolgozott itt. Egyen hamarabb ment ki a Ray Davis, aki ugye Temple, majd a Vanderbilt, majd a Kentucky játékosa volt, szóval igyekezett az underdog csapatba maradni mindig, alsóháziakból csinálni egy ilyen középszerű csapatot az ő társdányaival, meg lehet a középmezőny, ez általában sikerült. Én nagyon bírtam a Ray Davis-t, mert a játék minden elemében tetszett nekem, de nincs neki végsebessége. Nagyban különbözik a Gerendótól. De hát egy igazi workhorse volt, aki kapar minden egyes yardért, megdöglik a pályán, hozzá lehet vágni a passzokat, nehéz levinni, és hát olykor még zsivány megoldása is vannak, nem keresi az oldalvonalat, és meg tudja lepni olykor az ellenfelet azzal, hogy milyen kis ügyes. Úgyhogy ő egy olyan futó, aki még konkurált is akár a korummal. Bemertem írni a top 100-ba, hogy nem sok különbség van annyia, hogy végsebességeinek se túlságosan komoly. És hát ezáltal nem veszik komolyan őt se, van egy James Cook Buffalo-ban, de egyébként mindenben jól kiegészítő a Ray Davis. Szóval örülök neki, hogy itt hányatatott sors után meglett neki a boldogság, és hát itt beépül a rotációba nyilvánvalóan, mert bármikor beküldhető a pályára, és nem nagyon esik vissza a csapat, én azt gondolnám. És hát itt kiemelném az öreg Davis fatert és mutert, hogy ők milyen okosan kalkuláltak, mert lényegében NFL draft jellegű hozzáállás volt nekik így a családalapítás. Ugye Ray Davis az, akinek 14 testvére van, kb. Nem tudják pontosan, valaki azt mondja 10-15. És ugye az apja is, meg az anyja is itten van. És akkor itt felmerül a kérdés, családalapítás elemzés következik, hogy ha van 10 gyereked, és bűnöző vagy, és köröznek, akkor kell még egy 11. 12. gyereket a világra hozni? Kell. Mert ez úgy működik, mint a draftolás, hogy sok pikket begyűjtesz, előbb-utóbb valakire ráakadsz, aki nagyon érti a szakmát, ugye, tehát volumenben gondolkodnak. Az öreg Davis is így volt vele, hogy figyelj, nagy család, sok gyerek, egyikből úgyis milliómos lesz. És itt van a Ray, bejött a dolog. Úgyhogy ha hát kiengedik a shitről, akkor egy GM állással lehet, hogy megtámogatják Buffalo-ból, mit szólnál, úgy már sok van a rovásán az előzőnek. Az a baj a Davis-ékkel, hogy alapvetően bejött a folyamat, mert az egyik gyerek az milliómos vált, nem kell most már kijárni, árulni a cuccot, csak hát addigra már lesittelték mind a kettőt is.
anyukát is, apukát is. Tehát most valószínűleg nem olyan jut a lóvéból, de a gondolatmenet az jó volt, kicsit tovább ki kellett volna bírni, hogy ne kaszlizzák le őket, és akkor az egyik gyerek meghozta volna sok pénzt. Ez nagyon nagy terv. Kevésen múlott, hogy bejöjjön. Ray Davisnek sok sikert kívánok, így akkor innentől kezdve, hát már nem, már régóta magára van utalva, megoldja ügyesen. Philadelphia, Phil Shipley, ő az, aki legkevésbé izgalmas szerintem ezek közül, de hát lehet neki lesz a legjobb karrierje, mert hát ő futó, és a futók nem feltétlen azon múlik, hogy mennyire sikeresek, hogy ők mit tudnak, mert van ott egy támadó fal, elsősorban rajtuk múlik, meg a támadó koordinátoron, meg az irányítón kell tőle rettegni a védelemnek, vagy nem, ellenfélvédő tud szerelni, vagy nem, ellenfél koordinátor telenyomja a boxot, vagy nem, és akkor ha minden oké, akkor még esetleg szóba kerül, hogy a futó amúgy mit tud önmagától. Most a Shipley szerintem olyan sokat nem tud, de az adatok alapján még marha sokat tud. Ugye Shipley nekem a felvételeken egy hótátlagos gyereknek tűnt, de hát aztán látszódott, hogy a munkamorálja, ugye kiemelkedő tanuló, az a Holc azonban is megmutatkozott, mert atléta edzővel elkezdett dolgozni, és hát olyan prodéit lerakott, hogy minden futó irigykedik rá, hogy ez hogy jött össze, de szerintem ez csalás. Mert ugye a pályán nem látszik ennyire gyorsnak, agilisnak, semminek, robbanékonynak se. De hát valahogy megoldotta, hogy jók lettek a számok a végére. Nagyon ügyeske vagy te, Shipley. De azért ez félrevezető, és nehogy valaki azt higgye, hogy itt a Shipley majd leatletizálja a mezőnyt, mert szerintem az lehetetlen. Arra lehet ő jó, hogy challenge-eli a Gainwellt. Mert itt a Philadelphiában neki irigyése méltó a környezet. Fal blokkol, irányító van, edző van, de Barkley is van, aki ugye klubhű, és Barkley fut, nem te. Te nem mész be, csak hogyha Barkley le akar jönni. És akkor ott van még a Gainwell, de Gainwellnek egy év múlva kifut a szerződése, ez valószínűleg Shipley ügynöke már látta, tehát egy évig kell itt elmismásolni a helyzetet, és oda be lehet érkezni ebbe a change of pace szerepkörbe, elkapásoknál esetleg a checkdown megfogni, amennyiben a Hurts checkdown passzol, hát annyira nem szeret, de mindegy. De hát, hogyha bemegy a Shipley, mert éppen szúr a Barkley oldala, akkor itt neki megblokkolják a lyukat, és akkor abból jön produkció nyilván. Szóval ilyen szempontból jó helyen van, keze nem rossz igazából, és lát a pályán, de nekem ilyen fura volt, hogy nem kiemelkedő a mozgékonysága, az atletikussága, és a rövidgatyás edzése meg az volt. Szóval fura dolog, de most itt az Eaglesnél beszélgetünk róla, ahol alapvetően a játékidő az garbage time-ban. Valószínű, hogy eljön neki, meg néha a Boston Scott-nak a cipeléseit átveheti, aki már nincs a keretben, tehát főleg a Giants ellen. Azok közül, akik itt kimentek futók, ő az, aki a legkevésbé mozgat meg engem. Szerencsére az nincsenek annyira nagyon rászorulva az Eaglesnél. Hat játékos maradt, Baltimore volt a 30. pick, TJ Tampa választatjuk a cornerback szopába. Azért az egy kemény dolog. Csúszás Tampa részéről. Úgy 4x30-as játékos, hogy 2x30-ra is már vihető lett volna. Azért az egy komoly dolog. És egyébként simán benne van, hogy Tampa az első edzéseken mondjuk jobban szerepel, mint a Nate Wiggins. Aki az első körös cornerük, ugye? Nem azért, mert a Wiggins rossz lenne, hanem mondjuk jobban tudja használni a fizikumát, Tampa az első edzéseken kicsit jobb formában van. Nincs kizárva, hogy konkurál az első körössel. Na most ezt általában nem kapod meg negyedik körös játékosoktól, ha csak az első körös az nincs hótvakon, mint mondjuk a Kyrie Lem. Hát az egy rémálom volt az Ilem utcában, itt az lefociszta a hetedik körös. Na de Wiggins egy rátermet ügyes kis fiú, ehhez képest most kap egy olyan poszttársat, aki már rutinosabb, kidolgozottabb fizikuma van, sok akciót látott, teljesen komoly versenyző. De nem csak a Wiggins ellen, hanem a komplett depth charton senki se lehet biztonságban, mert lehet, hogy jön és elveszi a munkájukat. Mi baja van a ligának a Tampával? Lehet az, hogy kicsit kisebb volt, mint amit az iskola hirdetett,
magasságra is, tömegre is, és nem akart a kombájnon mozogni, szóval gyanús dolgok vannak, nem egy villámcsapás, tehát az mondjuk nyilvánvaló, de azért a nap végén én azt kérdezném meg az ő esetében, hogy elkapta a csávó a labdát, vagy nem. És az ő esetében általában nem kapta el, dobálgattak felét tempa. Nem is akartak nagyon dobálgatni erre. Hát annak van valami jele valószínűleg. Információ értéke van. Kiváló corner. Beszéltem róla az adásban, a cornerback adásban, hogy jó játékos. Negyedik kör végén ajándék kategória. Tehát konkrétan a legjobb elérhető cornerback, de már egy fél körrel is hamarabb vihettét volna, mert akkor is már ő volt a legjobb elérhető. Úgyhogy ez most könnyen ment a Baltimore-nak. Chiefs következett utána, a következő háromból két pick a Chiefs-é. A Jared Wiley választás az nem annyira tetszik nekem, ő tight end a TCU-ból. Olyan szempontból érthető, hogy egy nagy testű játékos, akinek volt produkciója is. Voltak elkapásai, yardjai az előző idényben a kecskebékáknál. Na most az a baj ezzel, hogy idős, és előtte meg 4 évig nem volt produkciója. Texasban nem is tudott beférni a Longhornsba, mint konvertált irányító, ott mindenki az. És aztán a TCU-nál a nagy bajnoki menetelés alatt abszolút nem keresték őt. Még amikor itt volt a Quentin Johnston, meg könnyen mozgott a labda, akkor a Wiley körön kívül volt. Amikor itt összeomlottak, és át kell építeni, akkor már ő volt az első számú yard gyáros, de aránylag sokára történt meg. Na most a tight endeknél nem feltétlenül az releváns, hogy mennyi produkciója van, de az szerintem fontos, hogy mennyi játék ideje van. És hát azt nem nagyon tud magának túl sokat kikaparni a Wiley. Abba lehet bízni, hogy hát most akkor megérkezett, és akkor innentől már tudja. Noah Gray-nek kell izgulni a játék ideje miatt, Blake Bell-nek már nem, mert ő nincs a csapatnál, itt van az Irv Smith. Örök ígéret, Irv Smith-en, majd versenyez a Wiley-val. Wiley nagy. Tehát az, ami előtte tartja, szerintem itt a hátsó körös tight endeknek, az méret. Tömege az nem, csak magassága van, meg karjai. Hát ő is nagyjából elkapni akar, de hát erre van ember. Amúgy a Chiefs-nél, szóval nem gondolnám, hogy ez olyan nagyon nagy találat lenne. Pedig itt is el tudod mondani, hogy hát de a Mahomes indítja, hát oké. Okay. Indított ő már rossz játékosokat, akikből nem jött ki produkció. És nem mondom, hogy a Wiley olyan rossz, de ő egy tight end, aki nem feltétlen emelkedik ki itt a hátsó körösökből az én szememben. Hiába volt aránylag sok elkapott társdánya, meg némi yardja is, de hát vannak bent olyanok, akik ugyanezt meg tudták volna csinálni, aztán nem feltétlen. Gondolom, hogy a Wiley többet ad hozzá. Úgyhogy két pikkig tudtuk temetni a Chiefs-nek a reményeit, hogy akkor összeomlanak, de utána megint választottak egy igen jót. Előtte azonban Detroit, Sione Vaki, safety per running back. És a Lionsnak a depth chartján őt running backnek írják viccből. Ez az egész egy nagy trollság, amit a Vakival csinálnak, mert ugye safety-t játszott a Utahban, de megsérültek a futók, bement futni, 4 meccsen, voltnak neki 100 yardjai, scrimmage után, valamikor futásból, valamikor elkapásból, hát ezek elképesztően jól futott. Úgyhogy ez lesz a Detroit Lionsnál, biztos vagyok benne, lesz olyan meccs, trollságból, azt mondja a Campbell, hogy fiúk, itt a végén a Vaki viszi be, aki végig darálta a meccset a defense-be, special team-be, és akkor megküldjük, hogy ő vigye be győztes testet. Ben, rajzolj neki valamit. És akkor mit rajzolj neki, futó? Ja, hát akkor rajzolj neki, hogy befutna. És akkor beviszi majd. És megtapsolják, hogy hát igazi küzdés, öreg. Vakinak amúgy van helye a safety helyén, mert onnan azért vannak megüresedő öltöző szekrények, és ott is egy potens gyereknek tűnt. Amikor csak safety-t játszott, biztató játékra volt képes, főleg közel a boxhoz, de hát amikor már kitalálták, hogy támadjon is, meg védekezzen is, az hősies volt, de hát ott lógott a bele már, és abból nem lehet abszolút kiindulni. Azért a Pac-12 szintjén már nem fér bele, 60 percen át a pályán legyél. Na most nem lesz a Detroitnál se, de hát hogyha azt veszed 4. számú safety, 4. számú futó, akkor az úgy még úgy vicces, meg nyilván mag special teamer. Az, amit elmondtam a
Vakinél és a Stovernél, hogy támadó védő, egyenlő special team, hát ez nyilván a Vakira még jobban igaz. Főleg úgy, hogy ő inkább védő. De hát biztos, hogy lesz érintése az offenszben, mert az ilyen furcsaságokra abszolút nyitottak Detroitban. Arra nem alkalmas Vaki, hogy itt a Jameer Gibbs-től elvegye a labdacipeléseket nyilván, szóval önerőből a safety rotációba tudom elképzelni, hogy bekerül, mert egy agresszív, jó mozgású gyerek aránylag a kis területen még meglehetnek a sikerei. És csak még nincs elkésve, még fejlődhet. Ide írtam valahova negyedik körbe, eléggé kiegészítő játékosnak tűnik, de talán még nem láttuk a tetejét annak, hogy mit tud majd, hogyha megkapja azt a képzést, ami csak arra koncentrál az egy dologra, amiben ő jó akarna lenni. Hogyha beleáll ebbe, hogy mindenhol akar játszani, akkor nyilván soha nem jutunk el arra, hogy letesztelje, hogy mire juthatna, a kezdőcsapatba bekeveredhetne, de nincsenek rászorulva olyan nagyon, és erősíteni a special teamet jó, meg egyébként itt a LOL faktor is abszolút belejátszik. Példamutatás. Látjátok, Sione itt van, mindenhol nyomja kőkeményen, akár védekezés, akár támadás, igazi Lions játékos, szóval ilyen totem állatnak is beillik, mert a Detroitban szeretik az ilyesmit. Na most a Chiefs nem bohóckodott ilyesmivel, ők egy igazi safety-t választottak, úgyhogy vissza a helyes útra. Mégiscsak jó lesz a Chiefs, hát mégiscsak jó lesz. Wiley ide vagy oda, kiválasztották Jaden Hicks-et. Washington State safety. Azt kell mondanunk, hogy Hicks bevált múlt idő. Mert ő megérkezik Kansas Citybe, fiatal, defensive back, potens safety gyerek, nálam harmadik volt a rangsorban. Vajon kitalálja ezt Spagnuolo, hogy mi legyen vele? Szerintem kitalálja egyébként. Megtanítják arra, amire kell. Szerinted nem? Fejre használják? Nem tudják az erősségeit kidomborítani? Itt az akadémián? Ez könnyű lesz megint csak. Van ugye távozó, Edwards, Mike. Úgyhogy ott is szabadul egy kis játékidő, Hicks-et megnézegetik, vadhajtások lejönnek róla, beépítik ügyesen. Ha a Chamari Connert is sikerült beépíteni, akkor a Jaden Hicks-et még könnyebb lesz, mert van egy pár éve a pályán, fejlődik, nem teljesen kiforrott, de a teste megvan, mozgékonysága megvan, egész jól kommunikál a társaival, úgyhogy itt megfelelő szerepkörbe biztos vagyok benne, csodálatosan fog játszani, mert a Chiefs defensive back-ek csodálatosan játszanak, még az egyéb posztokon lévők. És most Spagnuolo kap egy olyan szintű tehetséget safety között, amilyen nem feltétlen volt várható, hogy még elérhető lesz 4/30-ra. Ott már inkább az volt a realitás, hogy ez olyan vaki jellegű játékosok jönnek, akiket ide-oda ugrálnak. Ehhez képest Hicksben komoly kezdő potenciál van. És hát azt szerinted hol hozzák ki, hogyha nem Kansas Cityben? Úgyhogy ez egy kiváló húzás. Lesz majd még tologatás, gondolom, hogy a Jared Wiley-t elnyomom a végébe, és akkor az csak ilyen távoli lövés. Korábbi stíleket meg majd felfele értékelem, és akkor jó lesz a draft nekik. Na, most is egész jó. Utolsó előtt az a New York Jets. Braylon Allen, running back, Wisconsin. Hát ez elég szomorú történet. Vizsgálhatnám így a vákumban, de most azért kell egy spoiler ehhez. Mert a következő körben a Jets Isaiah Davis-t fogja választani, szintén running back. Korábban vitték vele Kai Corley-t, valamelyest is running back-nek néz ki, és választották tavaly Israel Abanikandát, 20 évesen, ő is running back, és nem engedték a pályára. Pedig Abanikanda 2000 yardot futott majdnem a Pittsburghben, de azt mondták, hogy ez ide kevés, még tanuljál. Szóval itt ezen játékosok közül hát valaki waiverre készül, hogy a kezdő futó az a Breece Hall. Breece Hall fenn van 10-ből 9 play-t, és hát lehet még Rodgersnek valami régi haverját oda viszik arra a maradék egy snapre, és akkor ezek a fiúk meg versenyeznek a waiverért, hogy ki az, aki elmenekülhet onnan a Jets-től.
köztük a Braylon ellen is. És ezek közül nekem a Braylon ellen tetszen a legkevésbé. És az a fura, hogy a Jets így közelíti meg a running back posztot, hogy hoznak tömegével játékost. Tehát ez az öreg Ray Davis taktikája. Mert még az, hogy New England hozza tömegével a támadó falat, hogy hát ha valaki beválik. Jó. A Green Bay hozza tömegével a védőket egy posztra, hogy majd csak lesz valami. Na de hát a running back poszton hallod. Valakit leigazolsz, működik. Nem kell több. Nem kell válogatni. Ezek mind jók. Abani Kanda is jó lett volna. Előtte a Bam Knight is egész jó volt cserekét. Michael Carter. És nem fértek be. Jó játékosok nem fértek be, és akkor azok még jobbat, még több, még jobb. Nem lesz ettől rosszabb a Jetsnek, mert ugye többi csapatot megakadályozzák a tehetségek begyűjtésében, de hát ez nem annyira optimális taktika, nincs végtelen draft joguk, vágod. Most itt a Braylon ellennek negyedik körből illene rostert csípni, és akkor hogyan tovább? Elvéveled a tavait? Vagy akit ezután kiválasztasz? Én nem szerettem a Braylon ellent egyébként, mert ahhoz képest, hogy milyen nagy, nem úgy játszik. Csárdást akar táncolni állandóan a meccsen. Ilyesmi. Pedig, ha ki is nevezik neki a segédedzőt, ahogy azt javasoltam a Running Back adásban, hogy hajtsá Braylon ellen, ja, az nem hajtsá, hanem keményen, keményen. Eltévesztettem valamit, tehát én hajtottam, keményen menjél Braylon. Vagy ekkora manust, ennyire nyám-nyilán futni azért ritkán látsz. Most ez olyan, hogy ez edzhető. Tehát ez kinevelhető a csávóból. Ez a legkevesebb. Tanítható a véres szájúság? Elvileg nem. De hát még ebbe belelátom, hogy ha akarnak belőle egy ilyen úthengert csinálni, az megoldható lenne. Pusztán a megfelelő elmeállapotba kerülne a Braylon. És elfogadná, hogy ő nagy. És ha jön felé a safety, akkor a safety fél, ne pedig ő féljen. Nem tetszett a stílusa. Nem tetszik a Jets játékos politikája. Nem tetszik ez a pick. Inkább menjünk be a Corley futni, halljátok. Mert legalább meg tudnál fogni a labdát. Braylon ellennek rossz a keze. Egyébként, amelyet, hogy nagy méretű. De hát ez mindegy, mert a durva síralom az még ezután jön nekem az ötödik körben, amikor elviszik az Isaiah Davis-t majd. Hogy volt merszetek? Ügynökeként azonnal követelem a cserét Isaiah Davis-nek. Ez a következő adásnak lesz a témája. Braylon ellen maradhat tőlem. Most nem valakinek inaktívnak is kell lenni a meccsen. Kötelező. Utolsó választás San Francisco. Utolsó mai nap. Meglátjuk, hányszor mondom még el. Jacob Cowing. Elkapó, UTEP, aztán Arizona, legutóbb Arizona. Cowing nagyon pici. Karhossza, tömege, magassága, lába, hanyas lábad van. Nem írja. Kicsi. Nem tudom, mekkora csónakom van-e. Emellett lassú. Ó, na most azért erős kombináció, egy kicsi lassú gyerekről beszélünk. Nem mozog olyan jól, de hát most figyelj, kicsi lábait nem tudja olyan gyorsan szedni. 40 yard messze van. De elkapja a labdát. Ja, hát az mondjuk segít. Elkapja, történelmileg rengetegszer elkapja. Róla szólt csapata támadó játéka, legyen az akármelyik. Na most ez megváltozik, mert ez itt San Francisco. Fura, hogy ők neveznek be rá, mert ez a profil, ez nincs meg náluk nagyjából, de nincs is rá szükség elvileg, amit eddig láttunk a Niners-től, mert itt azért jó, nyilván elkapó, tehát készülnek valamennyire Debo-nak, Ayuk-nak a távozására, ezt értem, de hogyha itt maradnak mondjuk, akkor ők elkapók. Rendben, van tight end, van fullback, Juice továbbra is, van egy Jennings, aki ugye belül kiemelkedően jó blokkoló, és hát ez nyilván pótolhatatlan, főleg a Cowing részéről. Felépül a Danny Gray, aki gyors, és el tud menni mélyre, Cowing nem tud menni gyorsan mélyre. Szóval ő
A közeli útvonalakon üresre játsza magát jellegű játékos, és ebből volumenben rengeteg elkapás, statisztika, yard jött, örökranglistán észrevehető magasságokban van, de most kevés játékidő néz ki neki, és kérdés, hogy abban tud-e annyira izgálga lenni, hogy ránézzen a Pördi, és neki dobja a laudát, miközben jobban hívogatják a nagyobb nevűek, hogy esetleg jobban bízom bennük, de hát nyilván azért ennél megtalálja neki is a helyét, nem csak a Gerendónak. Szóval ez egy irigyésre méltó landolási pozíció lehetne akár a Cowingnak, hogyha úgy kalkulál, hogy neki jut játékidő. De hát, hogyha nem jut, akkor az azért van, mert a többiek jól játszanak, egészségesek, a San Franciscónak ez megéri. Szóval itt a csapat szempontjából ez egy teljesen jó meglátás. Hogyha jön a bogár, hogyha variálni kell, akkor meg nem árt, hogyha itt van egy ilyen fiú, aki amúgy vonza a labdát, mert kiváló útvonal futó, el tud szakadni, mutatja magát, és Pördi nem rest odarakni neki a labdát, hogyha arról van szó, nem derogál neki akárkit bevonni. Nincs bajom a Cowinggal, valahova ide lőttem be, hogy reális lehet, de hát azt is látni kell, hogy azokat a történelmi magasságokat, amiket elért az egyetemi szinten, azt el kell felejteni, mert innentől kezdve egy kiegészítő játékos, nem pedig yard gyáros. Hogyha így tekintenek rá, akkor hozhatja igazából a szintet. Innentől nyugodtabb napjai lesznek, mert nem rajta múlik az, hogy most tudnak-e támadni az adott játékhéten, vagy sem. Bízni kell benne, hogy nem nyugszik meg ettől, hogy eljutott a profiligába, ezt mondtam az elkapós adásban. Hanem szegi magát, hogy még itt is le tudja majd tenni a névjegyét. Elvileg egy jó mentalitású gyereknek tűnik. Nem azzal van a baj, ugye, hanem a testi paraméterekkel. Ott az erősen limitált, de ez eddig az egyetemen nem zavarta sem ennyire. Itt majd kicsit jobban. Úgyhogy ennyi. Újra végeztem a negyedik körrel, ti még csak most. Meglátjuk, mi lesz ebből, mikor tudom kirakni, lehet, hogy csak reggel. De akármikor kimegy, utána megpróbálom a következő nap, következő kört is elmondani nektek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és külön köszönöm azoknak, akik támogatják is a csatornát a patreon.com-on. Szevasztok!